Július 1-től minden újszülött baba csomagot kap az önkormányzattól Magyar Kanizsa község területén, jelentették be tegnap az illetékesek. A kezdő csomag az újszülött számára a legfontosabb és nélkülözhetetlen baba ápolási szereket, termékeket tartalmazza. A bébi csomagot az első, másod és harmadszülött gyermekek utáni egyszeri pénzsegélyhez való jogosultak egy időben kapnák meg, azok az anyák, akik július 1-től kezdődően hozzák világra gyermekeiket. Ezt a családok a Magyar Kanizsai Községi Költségvetés eszközeiből fizetett egyszeri pénzsegélyhez való jogosultság érvényesítése iránti az anya részéről benyújtott kérelem alkalmával valósítanák meg, oly módon, hogy a végzés meghozatalát követően a 15 000 dináros pénzsegély mellé egy bébi csomagot vehetnek át egy elismervény aláírása után. Természetesen megszervezzük, hogy ezek igény szerint átvehetők legyenek a helyi irodáinkban is. A csomagot szakemberek, gyermekorvosok állították össze. Olyan babaápolási szerek kerültek bele, amelyek receptre nem válthatók ki, tehát a szülőknek mindenképpen meg kell vásárolniuk. Úgy válogattuk össze, hogy a tartalma megfeleljen az újszülött szükségleteinek, az újszülött ápolását biztosítani tudják ezzel a szülők az első naptól kezdve, amikor kijönnek a kórházból. A baba ápolásához mindenképpen ugye a tisztálkodó szerekre van szükség, ugye a szappanra, majd a popsi krémre, amit használni kell ugye azért, hogy védjük a babának a bőrét, mindenképpen a köldökápolásra. Újfajta köldökápolás van most már, nem úgy, mint 30 évig, ahogy csináltuk, vagy 40-ig, nem jóddal kenjük most már, hanem egy újfajta Octeniceps-nek nevezett spréjjel, antibiotikumos fertőtlenítő spréjjel kell majd fertőtleníteni a köldök csonkot, addig még nem esik le, néha későbbre is, naponta egyszer legalább megcsinálni. Azon kívül tapasztalatból mondom már, hogy nem gondolnak a szülők ugye ilyenre, hogy lázmérő, lázkúpok, lázcsillapító kúpok. A csomagba tettünk egy lázmérőt is, ami megfelel az újszülöttek végbélben történt lázmérésére. Nem higany tartalmaz, mert az sem most már nem tartalmaznak a lázmérők, hanem gáliummal töltött. De úgy néz ki, mint a higanyos tényleg. Azon kívül orrcseppet tettünk bele a csomagba, mert a babáknak egy kis ilyen-olyan váladék összejön az orrukba, ami már kompromitálja a szoptatást, a szopást, amint a baba nem szopik, ahogy kell, sírós lesz, széklete nem lesz rendesen, szülőbe idegesedik, tej nincs, etessük mással, és csak egy kis orrtisztításra van szükség, azt is tettünk bele. D-vitamin csöppet, amikor a baba betölti a két hetes kortól, adható már. A csomagban található két textil és egy széles, úgynevezett svéd pelenka is. Ezek azok a legszükségesebb dolgok, amire szükség van, és nem mindig jut eszükbe a szülőknek, hogy kell. Egy pár hétig, egy hónapig ez megteszi, aztán meg majd látják a szülők, hogy mi az, ami elfogy. A babacsomagra tehát azok a községbeli családok jogosultak, akik az egyszeri pénzbeli támogatásra is, és akikhez első, másod vagy harmadszülött gyermekkel érkezett a gólya.